Tiszteltel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Kalmár Zsolt és Vida Krisztofer áll mellettünk. Sajnos Mervó Bence nem jutott most szóhoz, de hát Zsolt, veled kezdeném. Ugye az első fél időben nem látszott, hogy ki van a táblázat elején. Hát Marco Rossi is elismerte. Talán nem feküdt a stílus, az ellenfél stílus nekünk. Ha bár 2-0-án nyertünk, de a meccs nem úgy indult. Akár 0-1-el is indulhatott volna. Igen, tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, milyen filozófiát alkalmaznak, úgyhogy nagyon nehéz volt előnk játszani, hiszen a csatára írgették a labdát, a csatárok nagyon jól megtartott, és abból próbáltak indulni, és mi ellenkezőleg a másik labdát nem tudtuk felszedni, előn nem nyertük meg a párharcokat, úgyhogy ez volt az első időben szerintem a legnagyobb gondunk, és a másikban pedig megnyertük a párharcokat elő, tudtunk mi is indulni középpályáról, és akkor egyből több helyzetünk is lett. Sőt, hát ott a végén ugye, 1-0-át követően, még visszatérek arra, hogy a 11-es te harcoltad ki, te kaptál egy rúgást, ezért nem vállaltad, vagy most ugye kimaradt a 11-es, tehát ezen filozófálunk, hogy miért nem más rúgta, miért nem te rúgtad, de Davis ki van jelölve, ugye? Úgy gondolom. Igen, mondtam Davisnek, hogy én akarom rúgni, aztán a kaptány mondta, hogy a Davis ki van jelölve, úgyhogy utána eljöttem, de sajnos nem rúgtam be, remélem, legközelebb majd én rúgom. Aztán a hajrában meg előretolt csatárként játszottál. Ez szokatlan volt, vagy örömmel vállaltad, és bíztál abba, hogy ugye végül is nem te lőtted a második gól, de sok olyan lehetőség volt, hogy át is lőttél 16-osról, megtartottad a labdákat, a csatárként még nem láttunk téged játszani. Hát a Lipcse másik csatában már játszottam középcsatárt. Jó, szeretném ezt a posztot, hiszen be tudok indulni, meg tudom tartani a labdát. Rúghattam is a gólt, ha Smajlik pontosabban passzol be a labdát, de remélem a tröm ellen be fogok találni. Ugye 6-0-ra nyert a Slovan a Zsolna ellen, az azt jelenti, hogy a táblázatban előre is léptünk a 2-0-nak köszönhetően. Igen, ennek nagyon örülünk, de a következő meccsre koncentrálunk, hiszen a tröm az nyert 1-0-ra, úgyhogy ha gyerünk jövő héten, akkor 7 ponton meg tudjuk közelíteni őket, és akkor még ott van az esély, hogy első helyre odaérjük. Akkor azt kívánom, Zsolt, hogy ilyen nyögvenyelősen induló meccset nyerjünk meg a Nagyszombat ellen, és Isten ments, hogy más rúgja a 11-est, mint te, vállald el, aztán majd remélem, hogy sikerül is belőni. Én elvállaltam most így, hogy önbizalom az megvan, de majd máskor. Gratulálok! Köszönjük! András? Krisztofer. Krisztofer, András. Szóval, Krisztofer, elég szokatlan szerepkörben kellett belépned. Ugye nem működött a bal oldal, ezt Rossz is mondta. Nem működött az Ahomensky-Davis páros sokáig. Utána aztán talán Timo megsérült kicsit, és hát Davist visszahúzta a bal felére, a hátvédsorba. Neked meg bal oldali középpályást kellett játszanod. Ez eddig téged se látunk ebbe a szerepkörbe. Nyilván tavaly játszogattam azért szélső pozícióban, ugye most kicsit visszább volt, mint egy normális támadóba, de szerintem, ha oda rak be, akkor ott fogom megoldani a héten, meg igazából most ugye második fél év, amióta elkezdődött januárban, azóta igazából inkább középpályát, közép-középpályát, vagy a középcsatárt játszottam így edzéseken, edzőmeccseken, úgyhogy most így hirtelen érintett ez a szélső pozíció, de úgy gondolom, hogy jobban megoldottuk, mint előtte volt, és ennek örülök, hogy sikerült beszállni, és a végén még úgymond hozzásegíteni a csapat, és ahhoz, hogy a 2-0 meglegyen. Ráadásul ugye azt is elmondhatod, hogy amikor pályára léptél, akkor 0-0 volt, és hát bár ugye statisztikailag nem járultál hozzá a meccshez jegyzőkönyvileg, de viszont rengeteget futottál ott, és így sok terület maradt ugye Zsoltnak, és hát Smeliknek is, sőt volt ott egy lövésed is, úgyhogy ilyen szempontból ez talán neked is jót tesz, mert nem tudom, hogy érzed-e, hogy talán túl sok kritikát kapsz a közönségtől, én úgy veszem észre, és te ezt nem érzékeled? Nem foglalkozom vele, úgy gondolom, hogy arra figyelek, amit az edző mond, nem érdekel, hogy mit mondanak kívülről. Saját dolgommal foglalkozom, csinálom azt, amit kell. A futás mennyiséget nem látják kívülről. Az emberek azt látják, hogy ha jó megmozdulásaid vannak, a gólt rúgsz, gólpasztat. Azon kívül más szerepkörök is vannak, úgy érzem. Nem mindig
tudom ezt kitölteni, de az mindig megvan, hogy maximálisat adom, és annyit futok, hogy akár mondjuk más emberek helyzetbe kerüljenek, vagy gólt szerezzenek. Ma úgy gondolom, hogy sikerült hozzátennem a játékhoz, mind futó mennyiségben, mind helyzetet kialakítani, plusz ugye a végén a 2-0-ban nagy szerepet vállaltam a labdaszerzéssel és az indítással, úgyhogy sajnos egy gólpassz ugye nem az enyém volt se a gól, de nem baj, nagyon örülök annak, hogy megnyertük, és így ugye ezzel a 2-0 biztosabb volt a győzelem. Köszönjük szépen, és hát remélem a Nagyszombat ellen is pályára lépsz, vagy kezdőként, vagy bármilyen epizód szerepben, és hát egy igazi csapatemberként megint oda teszed magad. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!